Kövi esetek. Epizódok egy pataki jogtudós életéből. A 19. század elejére II. József türelmi rendeletének következménye jótékonyan jelentkezett a közoktatásban. A Sárospataki Kollégium új épületében számos neves professzor kapott katedrát, mindegyikük egy-egy tudományág oktatását kapta feladatul. Tanítványaik felvidéki és erdélyi területekre vitték tovább a tudás lángját, de gyakran országos szinten is megkerülhetetlen szaktekintélyekké váltak. Kövi Sándor nemzeti gondolkodású jogtudós a jogtudományt keresztény erkölcsök szerint értelmezte, és a hazai jog mellett nemzetközi jogot is tanított. S még ha ezt méltányoljuk is, meggyőződésre mondom. Ugyan miért? Már tisztségének elvállalásakor. A professzor egyedi és újszerű, az aktív tanulást középpontba helyező pedagógiai módszerekkel dolgozott, a diákjai szívesen és eredményesen tanult. Megállni, uraim, hordo est animorium. Ideje eldönteni, milyen jogsértés történt, milyen eljárás alá essen a dolog. A vádnak, miként a védelemnek is elsős, legmeg... Tudományos munkássága mellett ismert volt színes egyéniségéről, nevéhez számos anekdota fűződik. Az egyik az idős Kossuth visszaemlékezése szerint így esett. Elébb engem meg Dercsényit mindjárt az első fél évi vizsga alkalmával még abból is kifaggatott, amit még nem tanított. A szerződésben álló felek egyező akarata csak a törvényben meghagyott rendelkezés azon passzusait hagyhatja figyelmen kívül, melyek más rendelkezések hatáját nem érintik. A statútumok három rendbe sorolandók, E3-as osztályot... Majd a vizsgáj jelen volt felügyelő hatósághoz fordulva ilyen bókot tett. Ez a két fiatalember itt jobban érti a jogot, mint az egész királyi tábla. Kossuth-tal kapcsolatban azonban másféle anekdotát is őriz az emlékezet. Egyszer valami diákos pajkoskodás miatt Kövi professzor nagyon megsértette hallgatóit. Mi itt a tudomány szentélyében? Hogy a hédervári ménkű vaszom nesz fulmine tolli? Akik Kossuth javaslatára addig maradtak távol a tanóráitól, míg elég tételt nem nyertek. A kényes helyzetben végül az iskola rektora valahogyan békés közbenjárással elsimította az ellentéteket. Dominus Kossuth, ha meg nem javul, még nagy ország háborító lesz. És valóban így történt. Kossuth Lajos pénzügyminiszter, majd a Honvédelmi Bizottmány elnöke lett, de Kövi tanítványai közül került ki az 1848-49-es forradalom és szabadságharc több más nagy alakja is, úgy mint Szemere Bertalan belügyminiszter és Teleki László párizsi követ. De az országnak több nemesi sarját is oktatta, ezzel megalapozta egy hazafias erkölcsökön alapuló törvényalkotás és joggyakorlat kifejlődését Magyarországon. Kövi szórakozottságáról legendák jártak a jogakadémia diákjai között. Ezt a szórakozottságot használta ki egyszer egy Komjáti nevű forfangos végzős tanítványa. Eladásra kínált egy szőlőbirtokot, csak hogy az nem árulta el, hogy a birtok tulajdonosa maga a professzor. A szőlőst kedvező áron kínálta a diák, Kövi meg úgy gondolta, hogy örömet szerez épp távol lévő feleségének. A hazaérkező asszonyt meginvitálta, hogy hajtsanak ki megnézni az új szőlőbirtokot, és közben elújságolta, milyen olcsó jutott hozzá. Déli, hát mondom, hogy a remek vásárt csináltam. Hamarosan hozzá is láthatunk az első születbe barátszikjához. Társlevelünk is lesz. A felesége a helyszínen összecsapta a kezét és felvilágosította. Sándor, ez a szőlő már 7 éve a miénk, az Isten áldja meg magát. Restelte is magát nagyon Kövi. Adott még 100 forintot a furfangos diáknak, hogy ki ne tudódjék a dolog.